A Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Kolozsvári Magyar Opera is csatlakozik az online előadás közvetítések sorozatához. Tompa Gábor úgy véli, a színházak ilyen formában törődésüket fejezik ki nézőikkel szemben, segítenek átvészelni ezt a nehéz időszakot. A Kolozsvári Állami Magyar Színház a Nemzetközi Színházi Világnap keretében online közvetít két régebbi előadást. Tompa Gábor igazgató híradónknak elmondta, a közvetlen kapcsolat és a találkozás a néző és a színész között nem pótolható semmivel, ezért normális esetben nem hoznak nyilvánosságra teljes színházi darabokat. Az eredetileg műsorra tűzött Hegedűs a háztetőn című előadást, bár teltházasnak ígérkezett, a járványügyi helyzet miatt le kellett mondaniuk, de nem szerették volna a közönséget színházi élmény nélkül hagyni. Ezért döntöttek úgy, hogy mégis megosztanak korábbi darabokat online közvetítés formájában. Ezeket az előadásokat esetleg sokan nem is látták, ezek hozzátartoznak a színház történetéhez, a színház emlékezetéhez, ami tulajdonképpen a kulturális örökségnek a része, és így segítünk ezt a történetet, a színház történetet együtt újra gondolni. Hozzátette, az előadásokat minden hétvégén heti rendszerességgel fogják közvetíteni a színház Facebook csatornáján, és a közzétételtől számítva 24 órán keresztül lesznek elérhetőek. Ez azért fontos, mert abban az esetben, ha a többi erdélyi színház is egy időben közvetít darabokat, akkor nem kell a nézőket választás elé állítani. A Kolozsvári Állami Magyar Színház tehát holnap március 27-én este 8 órától közvetíti a Silvio Purcaretti által rendezett Janis Kikki című előadást. Szombaton pedig március 28-án szintén este 8 órától a Tompa Gábor által rendezett a Mizantróp darabot. A Kolozsvári Magyar Opera is különleges műsorkínálattal készül. Giuseppe Verdi Traviata című műve az intézmény YouTube csatornáján lesz elérhető ma este 10 óráig. A főszerepben Miklós Erika és Pataki Adorján látható.